Hello, friends! Ma az aszinkron dolgokkal fogunk egy kicsit megismerkedni, valamennyit arról is, hogy mik azok, arról is lesz szó, és valamennyi arról tényleg szigorúan bevezető jellege, hogy például szkálában ez hogy van, de főleg elsősorban azért, hogy lássunk még monádokat. Na, a task, amit ma meg fogunk csinálni, eddig implementáltam már az osztályunkat, beírtam két jó nagy számot, erről nagyról azt kell tudni, hogy prim szám, ez meg nem egy prim szám, de ez a része, ez a prefix, ez egy prim. Hát a mai szoftverünk, amit megírunk, az annyit fog csak csinálni, hogy beszélget a userrel, majd ide a konzolboxba alulra beírhatok egy számot, megfaktorizálja, primtényező és főbontását megcsinálja, kiírja és kéri a következőt. És ezt addig csináljuk, amíg mit tudom én, a user Q-t nem mond, vagy valami hasonlót. És ez lenne a célunk első körben. Most csak azért faktorizálunk, mert az viszonylag sokáig eltarthat, hogyha nagyon nagy számot ad meg a user, és ezért tettem ki adott mezőkbe ezt a két számot, mert nyilván nem tudok ilyen prímeket fejből, úgyhogy googliztam. Na most, ugye ez mit jelent? Hogy alapvetően azt szeretnénk, hogy kiírunk a usernek valamit, ő beír nekünk valamit, dolgozunk azzal valamit, és ezt ciklusban csináljuk, mondjuk végtelen ciklusban, amíg ki nem futunk. Ez azt jelenti, hogy azért kell hozzá valami loop. Nyilván szkálában is van vel ciklus, de ezt egy ilyen farok rekurzív unit-tal is meg lehet csinálni. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor csinálunk egy ilyen, hát nevezzük main loop-nak ezt a függvényt, és ez egy unit metódust lesz. Azt kell, ugye, hogyha ilyen végtelen ciklusban hívni fogja saját magát, akkor a végén meghívjuk. És itt már láthatjuk, hogy megkisárgítja az ID-ja. Ez több okból is van. Egyrészt azért, mert hogy nincsen még odaírva, hogy térek. Igen, ez biztos, hogy farok rekurzív lesz, mert egy ilyen loopot azt csak úgy fogunk meghívni, nem úgy, hogy még a visszatérés értékével csináljunk és valamit, hiszen hát egyébként is unit lesz. De több okból is kisárgítja, a másik az az, hogy nyilván mivel ez unit, és nyilván mivel nincsen neki paramétere, ez azt jelenti, hogy ez csak akkor van értelme meghívni, hogyha van valami mellékhatása. Most ugye az összes jó művelet is mellékhatásnak számít, és hát az ez bőven. De ilyenkor az ideának az az ötlete van, hogy hát kövessük már a konvenciókat, és tegyük ki a nyitócsukó jeleket. Ugye ez az, amit mondtam, hogy opció az is ilyenkor, hogyha nincs paramétere egy defnek, hogy kitesszük a nyitócsukót, opció az is, hogy nem tesszük ki a nyitócsukót, de olyankor ki szoktuk tenni, amikor van valami mellékhatás. És itt lesz maga a program, hát először is ki kell írnunk valami üzenetet, hogy mit is kellene csinálnunk, hogy a user ne vesszen el a ködben, hát lehet. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy please enter on integer to factorize, vagy pedig Q to quit. Nem vagyunk vimek, megmondjuk, hogy hogy kell kilépni. És ugye ezek után van az, hogy a usertől be kéne kérnünk valamit a konzolról, hát ilyet ugyan még nem csináltunk, de nyilván ugye ugyanúgy, ahogy Java-ban is, ez a standard input nevű történet van, teljesen hasonló van Scala-ban is, tehát ez az std, és itt föl is dobja az idea. Ez a Scala IO, ez ugye egy jó csomag nekünk erre a célra, teljesen jó, és a standard inputnak hívják ezt a csatornát, amelyik konkrétan ugyanaz, mint a system in. És ebből hát van ilyenünk, hogy readline. Ez nekünk meg fog mondani egy sort. Nyilván beolvashatnánk intet, meg bulint, meg ilyesmit is, csak ugye ezzel az a problémánk van, hogy ha nem egy számot, vagy ilyesmit ír be a userünk, akkor ez kivételt fog dobni, már pedig nekünk azt is föl kellene ismernünk, hogy a Q-t nyom például. Tehát jobb az, hogyha beolvasunk egy stringet, ugye általában is, ha a user szállít valamit, akkor inkább stringként érdemes beolvasni, és aztán kezdeni vele valamit. Mit jelent, hogy kezdeni valamit? Hát azt mondom, hogy jó, hát akkor legyen ez a line. Most csak azért, hogy lássuk, hogy ez így működik. Ezt így ki is íratom. És elvileg a main loop hívja saját magát rekurzívan. Megint azért sárgítja ki az idea, mert nem tettem ki a nyitócsukót. Így van. És ugye így nem történne még semmi, de ha meg is hívom ezt a main loopot, Ctrl-S, akkor
megpróbálhatom ezt lefordítani és elindítani, hogy mi történik. Bízom benne, hogy lefordul és elindul. Kiírja, hogy press please enter intention, nagyon jó, ez eddig rendben van. Ugye itt látjuk a piros kockából, hogy ez még nem állt meg. Nyilván azért nem állt meg, mert most ránk vár inputként, és ha azt mondom neki, hogy hello, puff, enter, konya, you said hello, és akkor kéri a következőt, tehát azt mondom, hogy hello, Scala, whatever. Jó, nyilván még nem írtuk meg a kód sem, hát kilövöm kézzel ezzel a szép piros gomba, puff, process finish minusz egy, hiszen kilőttem kézzel. Ez nagyszerű, beolvasunk egy stringet. Na most akkor ezek után jó volna, hogyha a stringünk az olyan lenne, hogy hát megnézzük, hogy számként micsoda lenne, és aztán azzal a számmal képzünk valamit. Tehát lehet azt csinálni, akkor meg azt is meg kéne nézni, hogy Q-e véletlenül, amit a user megadott. Hát ilyenkor, ugye, hogyha ez egy Q, tegyük azt, hogy most ezen gondolkodom, hogy ugye ha több menüpontot is akarunk támogatni, hogy lehet ezt így, hogy azt mondom, hogy a line az ugyanaz, mint a Q, akkor csináljunk valamit, else csináljunk valami mást. De ugye, hogyha ilyen menürendszerünk van, akkor hát előfordulhat, hogy jobban járunk azzal, hogy megnézzük azt, hogy line match. És akkor itt ugye az fog történni, hogy ha lássuk csak, mit is kell tennünk, hogyha ez itt azt mondja, hogy Q, akkor csináljunk valamit. Ugye a Q az a kilépés, hát köszönjünk el a usertől, oké, okay, bye. És azt mondjuk, hogy most akkor visszaadjuk, ugye ez az, amikor a unit metódusunk végül is vissza fog térni. És egyébként meg ne csináljunk semmi más, tehát ezt így lehet. Most itt ez például azért lehet jó, mert az ember, mi csináljunk semmit, lehet ezt, hogy a useret egyelőre ide rakom, hiszen egyelőre még faktorizáló metódusom az nincs. De ugye ez lenne az, ahol valójában nekem föl kéne bontanom ezt a számot. Na, ránoljuk a future main-t, akkor elméletileg most már legalábbis a kilépéssel is meg vagyunk. Tehát azt mondom, hogy hello, useret hello, így van, hello tibi, useret tibi, 1, 2, 3, üres sor, és a kúra nem lép ki, de a nagy kúra kilép. Oké, okay, bye. Ez miért is nem volt nekünk jó? Ez nekünk azért nem volt jó, mert itt hiába adtuk vissza ezt az üreset, ez még csak ennek a kifejezésnek lesz az értéke. Emlékszünk, pont ugyanaz történik, mint amikor egy ifet csinálunk else helyett. Itt ugye az van, hogy a main loopot akkor is meg fogja hívni a végén, és a Q az csak azt mondja, hogy ennek a kifejezésnek az értéke lesz egy nyitócsukó zárójel. Ezért ezt bizony nem így kell megcsinálni, ezért is tesztelünk néha ilyen dolgokat, de ez itt még csak ennek a kifejezésnek lenne egy értéke. Hát, mit is tegyünk most? Lehet azt is csinálni, hogy itt hívjuk meg még egyszer ezt a main loopot, akár, és a másik helye, ups, a másik helyen pedig nem hívjuk meg ezt a main loopot, ekkor már nyilván ki fog nekünk lépni a programunk, de még mindig bent van az, hogy hát még mindig ez tulajdonképpen ugye lehet, hogy cool, oké, bye, és most már ki is lépett. Na most itt ugye azért az nem egy udvarias dolog, hogy a nagy Q-t elfogadjuk, a kis Q-t meg nem fogadjuk el. Ezt meg lehet ugye nyilván úgy is csinálni, hogy én azt mondom, hogy a line-t először is trimmelem, van egy ilyen metódus, ez ugye levágja a széléről a white space-eket, tehát hogyha véletlenül user tabbal, vagy Q-val, vagy scroll közel, vagy ilyesmivel jut, még akkor is jó lesz, és mondjuk még azt is lehet, hogy to upper kézelem ezt a dolgot, és akkor ellenőrzöm a Q-val, így most nyilván kis Q-ra is le fog lépni, ha meg ez egy számot írt be, akkor nincsen gond, akkor is egy számmal fogunk dolgozni. Hát akkor most itt ezen a részen meg kellene próbálnunk azt csinálni, hogy dolgozzunk ezzel a
ezzel a számmal, de nyilván nem érdemes úgy tervezni a programunkat, hogy most akkor itt egyben beírom az egész minden workflow-ot, mert hát most itt mondom, két zárójelen belül vagyunk már, tehát akkor lehet azt csinálni, hogy processzeljük, mondjuk processzeljük a line-t, vagy process input line, vagy valami hasonló. Nyilván ilyen függvényünk még nincs, de ha Alt-Enter-t ütünk, akkor create-elhetünk egy ilyen metódot, create-elünk egy ilyen metódot. Processzeljük az inputot, alapvetően ez itt nem fog nekünk visszaadni semmit, mert ugye majd csak a képernyőre akarunk kiírni. És hát mit is csináljunk, ugye egyrészt ezt a line-t, ezt meg kellene próbálnunk stringként felolvasni, és aztán, hogyha ez tényleg egy integer, legyen mondjuk long, itt azért, hogy ugye szeretném mutatni azt, hogy mi történik akkor, hogyha lassú az a metódus, tehát sokáig fut ez a metódus, és ezért egy olyan 32 bites kis intre még mindig nem annyira észrevehető az a lassulás, ezért jó nagy számokról beszélünk, úgyhogy longokkal fogunk dolgozni, és azokat próbálom faktorizálni. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell próbálni azt, hogy ezt a line-t, ahogy van egy ilyen is nyilván, hogy too long metódusa, ez csinál nekünk egy longot, hogyha lehet, vagy dob egy kivételt, hogyha nem lehet. És a múltkori után már tudjuk azt, hogy egy ilyet ugye úgy kezelünk le, hogy trialjuk, ugye a scala util tried alt-enterre beimportálhatjuk, és akkor van nekünk egy ilyenünk, hogy próbáljunk meg egy line to longot. Készíteni. Jó, oké, tehát végrehajtjuk ezt a line to longot, lesz belőle egy longunk, vagy nem. Ami esetben pedig egy kivétel fogja, de az benne marad ebben a try boxban. Tehát azt mondom, hogy ez a wall, meg tudom én try, long, egyenlő, ez itt. Na most, itt ugye az van, hogy ha ez egy long, akkor esetleg írjuk ki, hogy ezt a longot kaptuk, és megpróbálja faktorizálni, ha meg nem egy szám, akkor esetleg írjunk ki a konzolra valami hiba üzenetet. És ezt ugye lehetne úgy csinálni, hogy azt mondom, hogy ezt a try longot meccselem. És aztán azt mondom, hogy ugye emlékszünk, ez a try, ez arról szólt, hogy vagy sikerült, success, igen, Alt-Enterrel behúzom a scala util success-t, és akkor azt mondom, hogy ugye itt a value, fölé húzom az egeret, akkor talán látszik, hogy ez egy long lesz, ugye a line to long az egy long lesz, ezért vagy egy success long jön vissza, vagy pedig egy failure throwable. Most ez éppen egy number format exception lenne. Tehát ekkor lehetne azt csinálni, hogy ide írom a, nem is tudom, print line, kaptam egy integert, jó, és akkor itt még faktorizálhatnám is, és csinálhatom azt is, hogy itt azt mondom, hogy case failure exception, Alt-Enterre behúzom a failure-t, és itt meg azt mondom, hogy print line not an integer. És hát itt ugye lehet azt csinálni, hogy kiírom megint a line-t, mert hát ha azt kaptam, akkor ezt kaptam. Ezt lehet csinálni, és hogyha az ember azt mondja, hogy akkor ezt most megpróbálom lefordítani és futtatni, nyilván az exception helyett itt írhatnék egy csíkot is. Ezen a ponton úgy is tudom, hogy ez egy number format exception lesz, akkor ha beírom, hogy 234, sütök egy entert, akkor látjuk, hogy ez egy integer 234, fölparzolta, és akkor ez itt rendben van, itt már egy intünk van, illetve egy longunk van. Ha meg azt mondom, hogy 56 ő 9 mondjuk, akkor az nem egy integer, az 1,0, az sem egy integer, ez a simán entert ütök, az sem az, de hogyha mondjuk azt mondom, hogy Q, kis Q-val, akkor oké, báj, és befejeződik. Na, ez eddig nagyon jó, de amikor így meccsel az ember egy ilyenre, hogy most success, akkor csináld ezt, failure, akkor csináld azt, erre van metódus, tehát itt azért ez a trylong pont, van nekünk egy transform metódusunk, és akkor ha megnézzük, ez annyiban jobb, hogy hát egy picit rövidebb lesz, mert ennek a transform nevű metódusnak, ami a try-nak van, kettő darab függvényt kell megadni, az egyik függvény egy longból csináljon valamit, a másik egy throwable-ből csináljon valamit, ez nekünk egy try-já fogja kasztolni. Tehát időnként, hogyha ugye tovább akarom transformálni, és try-ból try-t akarok készíteni, akkor ez itt teljesen jó lesz.
Ha a trájomnak van eredménye, egy success es, akkor végrehajtja ezt az est rajta, és készít belőle egy új trájút. Ha meg ez egy fail úr F, akkor azon az F-et fogja végrehajtani, fail úr valami, kivétel E, akkor azon az N fogja végrehajtani az S-et, itt meg a value fogja végrehajtani az S függvényt, és mind a kettőt egy try út szeretne kapni inputul. Hogyha ezt szeretnénk csinálni. Viszont most ugye az van, hogy nem szeretnénk egy try-t készíteni, hanem egy sima mezei mit is, sima mezei for each-et szeretnék csinálni, de nem csak akkor, hogyha success value van, hanem akkor is, hogyha failure value van. Tehát ez így nem egy transform, de jegyezzük meg, hogyha try-ból try-t akarunk csinálni, úgyhogy az értékkel is akarhatunk esetleg kezdeni valamit, meg a exception-nel is akarhatunk esetleg kezdeni valamit, akkor azt úgy csináljuk. Egy másik ötlet lehet az, csak még a try-hoz visszamegyünk egy keveset, hogyha azt mondjuk, hogy a trylong for each. A for each az ugye annyiban más, mint ez a fönti, hogy ez csak akkor fog lefutni, hogyha success. Tehát ha azt mondom, hogy a trylongnak for each-re az történik, hogy mondjuk a value-hoz rendeljük hozzá azt, hogy println integer. No. Value, integer kettős pont, tehát ugyanez, mint amit az előbb akartunk. Jó. És ugye én ezt mondjuk kikommentezem. Ezzel akarok valami ekvivalens csinálni, és most azt próbálom mutatni, hogy trájjal mégis miket lehet például csinálni, de érdemes nyilván elolvasni az Oxide dokumentációt, mert a szkála az nagyon olyan, hogy hát nagyon-nagyon sok mindenre van függvény, hogyha konkrétan így, meg úgy, meg amúgy akarja az ember csinálni, arra is majdnem biztos, hogy lesz egy függvény. Tehát ez itt, akkor ezt a részt ugyanezt csinálja, hogyha ez egy success of value, akkor kiírja az értéket. Csak hogy szeretnénk üzenni a usernek akkor is, hogyha ez nem egy sikeres kiszámítás, hanem egy failure. Szerencsére ilyen is van. Lehet ezt csinálni, hogy azt mondom, hogy failed. Ez a failed, ez gyakorlatilag invertálja a két boxot bizonyos értelemben, hogyha elfailed az az előző try-unk, tehát hogy ez a try long, ez egy failure, akkor egy success lesz belőle, és a success-nek beleteszi a success dobozba magát a kivételt. Tehát ez itt látszik, hogy a típus egy try throwable, ami azt jelenti, hogy a siker esetén vissza fogjuk adni a throwable-t. Ennek gyakorlatilag az a funkciója, lehet akkor rajta forítsálni, bemappelni, hogyha el van félelve. Ha pedig ez egy success volt, akkor ez belőle egy failure egy másik kivétellel. Tehát azt is lehet, hogy ezen az ember is forítsa egyet, és akkor meg mondjuk ezt is hívhatjuk value-nak, de nevezhetjük exception-nek is, not an integer. Meg a line. És ha ezt így elindítjuk, ugye attól viszont ne tartson senki, hogy itt ez a try long, ez mondjuk így kétszer fogja lefuttatni, mert a try az, és ha itt ez 345, akkor ez egy integer 345, ez meg egy main, akkor ez nem egy integer. És ha azt mondom, hogy Q, akkor kilép simán. Tehát ezt így lehet csinálni, hogy ha ennek a számításnak az eredménye egy siker volt, akkor for each-el így tudjuk bejárni, ha meg nem, akkor először a fail-del elkérjük magát azt a try-t, aminek a success részébe benne van a kivétel, és ezt írjuk ki. Melyik a kettő közül a szebb, a jobb, egy dolog, de nyilván, ha for each, akkor ezt lehet for comprehension-be is tenni, mint mindent, ami for each. A for each-el semmi gond nincsen, hogyha ez van. És ez ugye azt jelenti, hogy ha for each-elünk, akkor a value-t kell beletenni a trylongba, trylongból. És ez is ugyanaz, mint ami itt van lejjebb. Hiszen a for comprehension az ugye, ha a kontrollt nyomva tartom és fölé húzom, akkor itt írja is, hogy ez egy for each-be fog fordulni. És ez így talán, hát nyilván úgy nevezem el, ahogy akarom, és a trylong.failed-ből kérem, hogy írjuk ki,
azt, hogy nem egy integert kaptunk. Ez így működhet. Úgy. Na most ez így jó. És hogyha ezt elindítom, akkor is teljesen ugyanez fog zajlani. Ennek nyilván annyi előnye talán van, hogy most itt ez nem nincsen bejebb egy ilyen egész, amennyivel integer 1345, mavk, na az nem egy egész szám, a q viszont egy kilépés. Kiváló. Na most. Ugye a faktorizáló kód maga az ugye még hiányzik, ez az, amit itt kellene csinálnunk valahol. Hát mondjuk menjünk ezzel a oldással így. Ugye ehhez jó volna egy faktorizáló függvény, nyilván nem a process inputon belülre fogjuk tenni a faktorizálást, mert hát ugye ez hogy hosszú metódusaink legyenek, ez nem egy, az nem funkcionális történet. És na lássuk, a faktorizálás az miről is szól, factorize. Ugye kap egy longot, és ilyen prim tényezős felbontásra akarja bontani, hát ugye mit adjon vissza, kezdjük ezzel, mit is adjon vissza. Ez egyrészt nem sokára elmesélem, hogy miért, most fölöslegesnek tűnhet, de adjuk vissza magát az inputot is, és csináljunk még olyat, hogy ugye mit adunk vissza a prim tényezőknek a, mondjuk egy vektorát. Jó, tehát ezekbe a primek fognak belekerülni. Oké. Ugye a legegyszerűbb faktorizáló algoritmus, amit bizonyára tanítunk még mindig programból, az arról szól, hogy elkezdjük osztani, végigosztjuk a gyöke alatt, tehát az valami olyasmi lenne, hogy mondjuk egy for ciklusban vagy while ciklusban elkezdek növelni egy osztót, mondjuk kettőtől, és addig növelem főfelé, amíg nem osztja ezt az inputot, és ugye nyilván ez egy ciklus, ebből ugye egy farok rekurzív metódus fogunk építeni, általában belülre, hogy kívülre ne szemeteljük tele a faktorize. És hogyha ugye azt annak megfelelő rekurzív hívást akarunk csinálni, amelyik arról szólt, hogy van az n-ünk és azt osztogatja, akkor az n maga az is része ennek az inputjának, mert ez is változni fog. Aztán a ciklus változó az is ugye belekerül ide a rekurzió argumentumai közé. Ez is lehet egy long, oké. Hát ő az, akivel végig próbálunk osztani, és vagy osztja az end, vagy nem osztja az end. Meg mi van még? Biztos, hogy kell nekünk egy olyan long, ami az adszer, ugye, ahova gyűjtjük az addigi eredményt. Jó. És mivel ez rekurzív lesz, ezért adnunk kell mindenképpen neki egy visszatérési értéket, hát ez elég, hogyha visszaadja a vektor longot. Nem. Ugye az eredetit, ha vissza akarnánk adni, akkor az is n lesz, és most ezzel az n-nel eltakartam a másikat. Jó, ez így. Oké. Okay. És ezt megírjuk mindjárt, ezt a farok rekurzív dolgot, ezt az n-nel kellene meghívnunk, kettőtől indítjuk a ciklust, és azzal próbáljuk először végigosztogatni, és alapvetően nincs semmi információnk arra, hogy üres listára fogunk visszatérni. A szkála nekünk aláhúzza, hogy most ez akkor egy vektor long lesz, ez így nem lesz jó, mert ott ugye fölül azt deklaráltuk, hogy ez egy long vektor long lesz, ugye visszaadjuk magát az inputot is. Fantasztikus. Na most, mi történik itt a faktorizálásnál? Hát, hogyha... nem kell kapcsos. Hogyha már készen vagyunk, ez mondjuk azt jelenti, hogy ez az n ez legfeljebb 1, és akkor így lekezeljük a negatív számokat is, hát ne adjon negatív számokat a user, de azt máshogy is lekezelhetnénk, de így vissza fogunk adni egy üres faktorizálást, mert akkor egyszerűen csak visszaadjuk az adszot, hogy készen van. Ugye normális esetben egy pozitív számot kapunk, és akkor ugye mivel leosztottuk az n-t egyig, addigra összegyűlt az azban az eredmény, és ezt visszaadjuk. Különben ugye mi történik? Hát meg kell nézni azt, hogy ez az m osztja az n-t, vagyis az n százalék m az nulla-e vagy sem. És ekkor, hogyha osztója, akkor mit is kellene csinálnunk? Hát rekurzív hívás, faktorizáljuk, de most már az n-t leosztjuk m-mel, mert ez egy osztója, oké. Az m az még mindig az a minimum, mert miért is növelni? Nem kell növelnünk ezt az m mértékét, mert még lehet, hogy még egyszer elosztja, vagy még egyszer elosztja. És az adsz vektorhoz még hozzá csapjuk ezt az m-et is. Jó. Különben meg, ha nem osztja, akkor ugye növelem az m-et, hogyha végig gondoljuk, ugye vannak ezek az osztópárok, és az azt mondja, hogy ha
az M szerem az már több, mint az N. Ez ugye azt jelenti, hogy az M-nél nagyobb prím osztója az N-nek már nem lesz, hanem az M is egy prím, ezért ilyenkor csak simán visszaadjuk az eddigi összegyűlt vektorunkat, és még hozzácsapjuk az M-et, illetve az N-t, mert az is akkor ezek szerint garantáltan egy prím lesz. Különben megcsinálunk egy rekurzív hívást, faktorizáljuk. Mit is? Az N számot faktorizáljuk, amit eddig kaptunk, de most már egyen nagyobb M-mel fogunk küzdeni, és ugyanezt az adszót visszaadjuk. Fantasztikus. Elvileg van egy faktorizáló függvényünk, mindegy, hogy mi ez tulajdonképpen, nem számít, hogyha most ez így hirtelen gyors volt, vagy nem értjük. Nem az a lényeg, csak akartam írni egy olyan függvényt, amelyik sokáig futhat, hogyha olyan inputot kap. És akkor itt ugye az történik, hogy ezen a ponton kellene azt csinálnunk, hogy jó, kiírhatjuk, hogy ez egy integer, és azt mondom, hogy faktorizáljuk ezt a value-t, és ezt ugye odaadjuk értékül valakinek, hát ez lehet például n list, így. Ez ugye most bele fogja tenni nekünk az inputot, ami az n, ami ugyanaz, mint a value, meg a listet, ami a szorzója az osztályoknak, és hát ezt írjuk ki. Print line defactorizál, mondjuk így off, és akkor mondjuk az n-nek is. Jó, és akkor most itt az kellene, hogy ennek a value vektornak, ennek számok vannak benne, ezt valami kulturáltan kellene kiírni. Most az, amikor ki akarok iratni egy vektort, vagy egy listát, szeparátor karakterrel elválasztva, tehát az elemek közé akarok beírni valamit, ez néha vesző, most éppen szorzás lesz, és esetleg a két szélére rakunk ki valamit, arra van egy convenient metódus, ez a listnek a, ennek a listának, azaz a vektornak a makeString metódusa. Lássuk, hogy mi ez, tehát a makeString azt mondja, hogy ha megadom neki a szeparátor karaktert, akkor a lista elemek közé, vagy a vektor elemek közé mindenhova ezt a szeparátor karakter beírja, és úgy adja vissza, és opcionálisan lehet egy prefixet, meg egy záró szeretet mondani neki, vagyis így kéne kezdeni az egészet, így kéne beszukni az egészet. Tehát, hogyha csak simán egy, mit tudom én, listát szeretnék modellezni, akkor ez valahogy így nézne ki. És akkor ez lenne az, hogy kerekzárójelek közé vesszük, elválasztva legyen szíves kiírni a listát. Most nem ezt akarom, hanem szorzással elválasztva, mondjuk így csinosan. És akkor elméletileg már van is egy alkalmazásunk, ami beszélget az userrel, számokat kér tőle, és a userünk az azt mondja, hogy 3. Integer 3, factorization of 3 is 3. Igen, ott hagytam a kerekzárójeleket, nem baj. Írja egy másikat. Hát jó, legyen majd 12. Ez 2x2x3. Fantasztikus. 30. 2x3x5. Hát ez remek. Fantasztikus. És ezt lehet így csinálni, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Úgy. És gyorsan visszajön az eredmény, 2x3x3x47x14x593, az egy prím szám. Megnéztem, mert én se hittem el, hogy ilyen nagy. De hogyha mondjuk azt csinálom, Ctrl-C, hogy hát jó, valami invalid hibom, oké, okay, akkor is azt mondja, hogy ez nem egy egész szám, és mondjuk ide beírom ezt. El nélkül, nyilván. Puff. Kiírja, és vár. És blokkol. És ilyenkor én ugyan írhatok erre a kimenetre, puff, meg azt is mondta, hogy 678. És én nekem úgy tűnik, mintha az egész konzol lefagyott volna, nyomkodom a gombokat, mint őrült. Persze, semmi nem történik. Egyszerűen azért nem történik most éppen semmi, mert fut a programom ez a kód, és akkor hirtelen, amikor rájött, ez ennyi ideig tartott, hogy ez itt egy prímszám, és ez az egyetlen egy prímből áll a felbontása. Utána elkezdtem most tovább dolgozni, mert ugye ez egy bufferelt reader, tehát így elkezdte tovább. Én ugye írtam bele a system inputba, de miután a faktorizálás teljesen lefutott, azután történt az, hogy jó, és akkor most kiolvassa a cleout, és ezek után azt mondja, hogy hát ez nem egy egész szám. Kiírta még egyszer, hogy faktorizáljak, ezek után beolvasta ezt a 678-at, és aztán azt mondta, hogy na, az ennyi lett, írja még valamit, ezt beolvasta a 9GF-et, kiírta, hogy ez nem egy egész szám, írja ki még valamit, ezt beolvasta, és akkor most összeszedtük egymást.
Hát ez így nem egy ügyfélbarát dolog. Ez nem felhasználóbarát történet, így. Sokkal jobb lenne, hogyha esetleg az történne, hogy egy idő után, tehát hogyha mondjuk sokáig tart a számítás, akkor azt mondaná, hogy majd később kiírja a konzolra, és addig lehessen vele beszélgetni tovább. Tehát egy normálisabb működés lenne az, hogy olyankor, hogyha esetleg ez egy hosszú ideig futó task lenne, akkor azt mondja, hogy hát így ne így csináljuk. Na most mi történik akkor most tulajdonképpen? Az történik tulajdonképpen, hogy az ember, amikor mondjuk az történik, hogy fut a programunk egy szálon, ezt oprendszerből biztos tanultuk, és aztán most éppen a faktorizálás valami hosszú folyamat volt, egészen addig blokkolja ezt a szállat, és senki nem tud csinálni semmit, és ezek után lehet megint vele beszélgetni, és megint dolgozik valamit. Ez az, ami általában nem szerencsés, hogyha így ennyi ideig egyáltalán nem csinál semmit a programunk. Ugye ez olyankor is, amikor mondjuk egy weblapon megnyomok egy gombot, és addig semmi nem történik. A weblapon kiszürkül az egész, amíg ki nem számol valamit. Ehelyett egy kulturáltabb megoldás az, hogy mindezt úgy csináljuk, hogy fut, 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 fut. Itt ezen a ponton létrehozunk egy másik számítási szálat, és azon a számítási szálon elindítjuk, de ez nem ugyanaz lesz, mint amelyikkel mi beszélgetünk, hanem mondjuk egy másik processzor dolgozna rajta, és egy másik processzoron megy, vagy másik szálon megy ez a számítás, és itt már azonnal visszakapja az ügyfél a vezérlés, és itt beszélgethet velünk tovább, megint ha egyszerű prímeket ad, akkor egyszerűket fogunk faktorizálni. Nyilván ezzel a megközelítéssel itt is az fog történni, hogyha ő itt ilyenkor begépel valamit, akkor annak megint létrejön még egy szál, és akkor azon is faktorizál valamit, teljesen jó. És ugye valami olyasmi lenne a jó működés, hogyha itt ugye megy a számolás tovább, és itt, amikor ennek itt vége van, akkor fogja a program, és itt lejelenti az R-nek a szálnak, kiírja erre a konzolra, meg ez is itt kiírta erre a konzolra, hogy most akkor itt ennyi volt az eredmény, vagy legalábbis csinált valamit az eredménnyel, amikor készen van, de ugye az ügyfél itt csak megkérdezte, később egyszer csak visszajött a válasz, és itt reagál rá. Itt is egyszer megkérdezte, később visszajött a válasz, és itt reagál rá, de egyébként maga a fő programszál, ami a felhasználó felé van vetítve, az teljesen jól megy tovább is, és ugyanúgy használható, responszív marad a felület, annak ellenére, hogy a háttérben egy másik szálon, vagy két másik szálon, vagy néhány másik szálon megy a számolás. No, ez az, amit szintén meg lehet csinálni szkálában is, nem túl bonyolultan, hogy ez most itt menjen ki egy másik szálon, és úgy jöjjön vissza. Ez az, amit mi szintén ugyanúgy, ahogy eddig, ilyen dobozban lehet lerajzolni, mint hogyha, hát ezt is nevezhetjük monádnak, hogyha akarjuk, mert lesz rajta flatmap is, megkészíteni is lehet, de ez is egy olyan dolog, ami sok tiszta funkciós programozási szakember szerint nem teljesíti a monád axiómákat maradéktalanul, úgyhogy ezért nem mindenki szereti monádnak hívni. Az, amivel mi dolgozni fogunk, több olyan opció is van, amivel egy ilyen aszinkron működést, ezt úgy hívják, meg lehet valósítani szkálában, amivel mi nézelődni fogunk, azt úgy hívják, hogy Future T. És teljesen ugyanúgy, mint bármi más, mint egy option, vagy mint egy try, ez is fog kapni valamit. És ugyanúgy, mint expression kifejezés, fog kapni valamit. És ugyanúgy, mint a try, ez is egy call by name fogja megkapni ezt az értéket, és beletesszük. Úgy képzeljük el, hogy ebben a future-ben most ebben az esetben a factorize n, vagy a factorize value kerülne bele, és ezzel a pont pont ponttal azt jelölöm, hogy ez itt egy futószámítás. Ez itt egy futószámítás, ami hát majd egyszer idővel lehet, hogy véget ér. És az első gondolatunk az lenne, hogy egy idő után, amikor van ez a dobozunk, kívülről csak azt látjuk, hogy doboz, ugyanúgy, ahogy az optionben sem muszáj belenézni, ugyanúgy a try-ból sem muszáj belenézni, mi sem nézünk bele ebbe a dobozba, ami nem feltétlenül muszáj. És úgy képzelnék, hogy egyszer csak egy idő után ez átváltozik egy valamilyen értékkép, mint ahogy a faktorizálásnál ugye egy idő után lefut és kiszámolja azt az értéket, ami most éppen az input számunk volt meg a faktorizálás eredménye.
Valójában nem pont ez történik, hogy most akkor most a future doboz belsejében lesz maga az a T-típusú érték, amire ezt a kifejezés kiértékelődik, hanem a future doboz belsejében, amíg megy a számítás, addig igazából nem látunk semmit, csak azt, hogy megy a számítás, ezt megkérdezhetjük majd tőle, hogy még számol-e vagy már nem, és amikor vége van a számításnak, akkor pedig egy try T kerül bele, vagyis egy future doboz mindig három különböző állapotban lehet, éppen aktuálisan. Az egyik állapot az, hogy még nem végzett a számolással. A másik állapot az, hogy végzett a számolással, ekkor a belsejében egy try van, azzal az értékkel, ami a számolásnak az eredménye. A harmadik eset meg az, hogy már végzett a számolással, vagy legalábbis a számolás félbe maradt, mert a számolás közben dobott egy kivételt, és ekkor ez a kivétel lesz a try-nak a belsejében. Jó? Tehát ez ugye egyre bonyolultabb ez a dolog, mert most már ott tartunk, hogy ez három különböző állapotban lehet. Na most egy ilyet készíteni az nem annyira komplikált dolog, ezt majd látni fogjuk szkálában, és lehetnek ilyen lekérdező függvényei, ami megkérdezi, hogy most akkor ő készen van-e már, vagy nem. Tehát van egy ilyen metódusa, de ezt a metódust, amit úgy hívnak egyébként, hogy isCompleted boolean. Ha ez egy isCompleted boolean, akkor ugye akkor lesz true, hogyha e közül a kettő közül már be van állva valamelyikre, és akkor lesz false, hogyha még nincsen kész, hogyha nem számol. És bármilyen pillanatban le lehet kérni a value-jét, a value-ja meg egy option of try t lesz. Tehát hogyha én lekérem ennek a future-nek, hogyha én létrehozok egy future, de kifejezés, az azonnal visszajön. Nem úgy, mint amikor az előbb faktorizáltam. Itt ez az egy darab piros pötty volt az, hogy akkor kérek egy future-t ezzel az értékkel, akkor itt megkapom ezt a dobozt, háttérben meg ez itt futni fog, és amikor lefutott, akkor a doboznak a belseje lesz az, ami megváltozik, és ekkor kerül a doboz tartalomba, vagy ez bele. Nyilván itt most kivételt nem fog dobni ez a kódunk, úgyhogy ilyenkor ez a doboz fog belekerülni. És a value, ami egy option lesz, amiben van egy try-t, vagy nincs, ezen a ponton lesz az, hogy nem. Itt lesz egy sum success ezzel a value-val, itt meg egy sum failure ezzel a value-val. Tehát lehet ugyanazt is csinálni, hogy az ember folyamatosan, amikor akarja, kinyitogatja a dobozt. Az is completed, az megmondja, hogy még nem, vagy már készen van-e, az ez a kettő állapot valamelyikében van-e, vagy még nincs kész, az meg itt van. A value-t meg, ha lekérjük, akkor ez meg konkrétan ez lesz, hogy ezek közül nézzünk valamit. De alapvetően nem így szoktuk használni a future dobozt, azért ezt is már meg fogjuk nézni példán, hanem szoktunk ráakasztani, hát mondjuk úgy, hogy callback-eket, ezt rengeteg programozási nyelven így hívják, hogy callback, mondjuk JavaScript-ben nagyon mozogni sem lehet callback-ezés nélkül. De van egy csomó olyan metódusunk, ami nagyon hasonlít arra, amikor try-jal dolgozunk. Például egy ilyen future dobozon simán meghívhatunk, mondjuk ha van nekem egy f függvényem, amelyik megkap egy t értéket, ugye ez egy olyan future doboz, ami ki szeretne értékelni valamit, ami alapvetően egy t lenne, és hogyha nekem lenne egy f függvény, ami ebből a t-ből csinál valami út, mindegy mit, tehát f, akkor ez talán nem lep meg senkit, hogyha én ezen a dobozon, a fehér dobozon mondom azt, hogy meppelek egyet, akkor az eredmény az egy szintén egy future doboz lesz, egy future u egészen konkrétan, tehát ami itt ezen a ponton történik, az egy future u lesz, és az is azonnal lefut. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy létrehozok egy future-t, van benne egy rendkívül bonyolult kifejezés, akár sokáig is futhat, nem gáz, azonnal visszakapom a dobozt, hát és a doboz belsejében fog zakatolni a kis manó, de igazából ez az ő dolga, hogy számol, én nekem most csak a doboz a lényeg, és ha ezen a dobozon hívok egy map metódust, az is azonnal le fog futni, és visszakapom a vezérlést a főszálamon, és tudok dolgozni tovább, és azt érem el, hogy kapok vissza egy future-t, egy másik dobozt, ami azt fogja csinálni, hogy abban az esetben, ha majd egyszer ez a doboz itt kiértékelődik, akkor ugyanazt a mappet fogja végrehajtani ezen a try-on. Tehát itt az, ami ugye, ha emlékszünk a try-nak a
mi ez a trájának a metódusaira, akkor például, ha a háromszögből ez az F függvény ezt a zöld kört csinálja, akkor itt ez fog történni, hogy amíg fut, addig ez is fut, addig ez a future sincsen kész. Amint ez beáll valami értékre, akkor a mappet végrehajtja, hogyha az értékre áll be, hogyha viszont nem az értékre áll be, akkor teljesen ugyanúgy, mint a másiknak a mapje volt, teljesen ugyanúgy, mint ahogy a másiknak a mapjén, így ez fog történni, hogy ez fog történni, hogy az exception az megmarad. Tehát a map az egészen egyszerűen a future-ünkből egy másik future-t fog csinálni, aminek szintén lehet isCompleted meg value metódusa, ami megcsinál nekünk valamit, hogyha meg akarjuk kérdezni tőle, hogy készen van-e már, akkor nyilván már ettől is meg tudjuk kérdezgetni, de előre megmondhatjuk neki azt, hogy indítsd el ezt a számolást, aztán ha készen van, akkor majd csináljad vele azt, aztán majd még jövök, egyszer csak meg fogom nézni. Na most előfordulhat az is, hogy az ember nem teljesen ezt szeretné csinálni, mert előfordulhat, hogy az exception-nel is szeretnék csinálni valamit, azt is lehet, tehát nem csak siker esetén lehet, hogy akarok végezni valami műveletet ezzel a dobozzal, hanem akár, hogyha van nekem egy olyan metódusom, ez is lehet mondjuk F, konkrétság kedvéért, ami konkrétan inputként kap egy try dobozt, nyilván egy try T dobozt, ugye a kéket, és elkészít belőle egy mondjuk egy try U dobozt, akkor megtehetem azt, hogy ezen a future-ön, ezen a fehér dobozon számolás közben egy transform F-et fogok hívni, hasonlít a maphez, hasonlít a try-nak a transformjához, nyilván. Tehát egy transformot fogok hívni. Ez ugye ebben az esetben azt fogja csinálni, hogy ez továbbra is egy future-t fog adni, future út. Egy darabig ő is számolni fog, nyilván amíg ez a hosszú művelet üzemel, addig ő is üzemelni fog, amit visszakaptam. Amint ez itt készen van, akkor elkezdi végrehajtani rajta a transformot, és azt kapjuk belül, hogy a transform az a try-on operál, tehát ez azt jelenti, hogy ebből a kék dobozból fog nekem csinálni egy másik kék dobozt. Hát ugye itt nyilván, ha try a végeredmény, akkor továbbra is igaz az, hogy itt belül egy kék doboz van, mindig egy kék doboz van, mindig egy try van a future-ön belül, hogyha már készen van. Tehát előfordulhat az, hogy itt a transformra azt mondtam, hogy az értékből valamilyen módon csináljunk valami mást. Ha meg van egy exception, akkor azt mondjuk recovereljük és csináljunk belőle valami egészen mást. Ezt így lehet. Hát, hogyha az exception-en is akarunk valamit kezdeni, akkor arra teljesen jó művelet a transform is. Meg nyilván az is igaz, hogy a transformnak van olyan változata is, amelyik nem egy metódus kap, ami egy try-ból csinál egy másik try-t, hanem kettőt. Külön meg van mondva az is, hogy mit kell csinálni a success-ből, és külön meg van mondva az is, hogy mit kell csinálni a failure-ről két külön függvénnyel. Tehát, ha elindítok egy future-t, akkor mondhatom utána, hogy és ha ez így készen van, akkor mappel le majd az értékét, ha az készen van, akkor transformáld le az értékét, és ezt így chainelhetem. De nyilván ugye ez végig ezen a szálon fog történni. Ugye, hogy fog ide visszakerülni a vezérlés? Hát vagy úgy, hogy elkezdem nézegetni a dobozt, hogy ha már készen van, akkor nyomd ki a value-t. De ehelyett ugye azt is lehet még csinálni, hogy az ember hív for each metódust mondjuk. Mert ha egy future-en hívunk egy for each-et, ugye a for each az még mindig azt mondja, hogy mit is vár. A for each az egy F függvényt vár, ami egy T-t fog nekem. Egy T-t fog nekem, mert teljesen mindegy, hogy hova, de ez a for each, ez unit lesz. Tehát a for each-ünk nem fog csinálni semmit, hanem itt, ha végzett, akkor csináljál valamit még ezzel az értékkel, amit kaptál, akkor konkrétan az fog történni, hogy ezen az értéken végrehajtódik a for each, és azt mondja, hogy akkor ő most done. Na most ilyenkor nyilván, hogyha esetleg a kivétellel is akarunk kezdeni valamit, akkor megint egy opció, ugyanúgy, mint ahogy az előbb is volt, az, hogy a failed for each-re mondom azt, hogy csináljon valami mást, ami egy
ugye abban az esetben egy exception-t fog kapni, egy throwable-t, és ekkor ugye ezen fogja operálni, ezen fogja végrehajtani a műveletét, és ezt fogja megcsinálni, amivel hívtuk. Tehát, hogyha végre akarok hajtani valamit, a for each az jellemzően ugye olyan, hogy mellékhatás miatt hívjuk, és itt valahogy úgy fog mellékhatni, hogy visszaszól erre a szára. Mondjuk itt meghív valami mutátor függvényt, kirajzol egy ablakba valamit, vagy jelzi az usernek valamilyen módon, hogy most már pedig valamiért vége van a számításnak. Oké, ezt is lehet csinálni, és azt is lehet egyébként tenni, hogy az ember egy, itt nem csak egy akármilyen műveletet hívunk, egy mappet, egy függvényt, hanem egy olyan műveletet hívunk, ami szintén egy future-t fog visszaadni, mert egy hosszú, sokáig tartó műveletet csinálunk egy másik hosszú, sokáig tartó művelettel, az egy future-ként jön vissza mondjuk, azt mondja az API, de hogyha olyankor ugye az történik, hogy egy olyan függvényt akarok hívni rajta, ami végül is majd ebből a T-ből készít nekem egy future út, ugye ez is lehet. Ugye ez jelenti azt, hogy valójában ez egy T-ből übó menő függvény, de külön számon fogom elindítani. Körülbelül ezt fogja jelenteni ugye az, hogy ez egy future U, hogy U lesz az értéke, külön számon elindítom, egy jó darabig nem fogod tudni kiolvasni az értéket, de lehet, hogy majd egyszer csak elkészül, akkor már igen. De nyilván ehelyett inkább a for each az, ami történik, mert hogy if is completed, akkor csinálja valamit, azt konkrétan a for each fogja nekem megmondani. Hogy mármint a for each fogja nekem megcsinálni, hogy éppen mit is szeretnék készíteni belőle, és hogyha ez egy másik is egy hosszú művelet, akkor pedig ugye elméletileg olyasmi történne, hogy ha készen van, akkor, és ez a kicsi háromszöglet belőle, akkor a future-ön belül lenne egy try-om, amin belül lenne aztán egy future, amin belül lenne ez a, mit tudom, amit a háromszögből csinálunk, egy másik, egy zöld színű karika, hát ilyesmit kapnánk a mapből. Ugye, hogyha a map az egy ilyenből egy ilyet csinál, T út, akkor hogyha ez itt a zöld, ez is egy future, akkor még lenne benne egy fehér doboz. Ez az, amit a legritkább esetben akarunk. Tehát ilyenkor, hogyha nem mappelni szoktunk, hanem ez az az eset, amikor flat mappelünk. Megint ugye, ha egymásba akarunk ágyazni konténereket, akkor a flat map az nem dobozba teszi a dobozt, hanem csak egy dobozt fogunk kapni a végén. És ekkor, és ráadásul ezen a future-en belül is ugye van egy try, és azon belül lenne a zöld. Na, a flatmap az csak ezt a részét adja vissza, ezt a belső részét, ugyanúgy, mint mindig, kisimogatja egy szinttel kijebbre, és ötszög, és akkor lesz egy egyetlen future-ünk, amiben egyetlen try van, és azon belül már van az érték. Tehát tulajdonképpen a future-nek ennyi hasznos metódusa van. Azért, hogy ne legyen túlságosan hosszú a videó, most ezt a fővételt leállítom, és ezt konkrétan kódba fogjuk önteni, hogy hogy is kell ezt mindezt szkálában implementálni. Egyáltalán nem lesz bonyolult. Addig is, sziasztok!